Na szavaztok újra srácok, ez itt a KTN Gaming, én pedig Costa vagyok, folytatjuk az Outlast Whistleblower végigjátszásunkat, de mielőtt tovább mennénk, azért annyit remélem megtettetek, hogy megnéztétek második vlogunk, elég sok mindent tartalmaz, ilyen aktualitásokat, úgyhogy ha esetleg eddig nem tettétek volna meg, akkor nézzetek bele, érdemes. Na de akkor folytassuk az Outlast-et, most egyelőre ott tartunk benne, hogy a gázt kell elzárjuk. És hát sajnos az volt itt ennek problémám nekem, hogy hallottam megint ezt a körfűrészes kretént. Úgyhogy van egy olyan tippem, hogy ellene kell menekülni, amit annyira nem szeretek. De csak óvatosan mászkáljunk itt. No, sok ajtót ki lehet nyitni, az biztos. Igen, ezt a gázt kell elzárni. Jó. Nem ez így marad. Na most, hogyha szembe jönne, az nem lenne túl jó. Egy elem. Miért lett ilyen a zene? Bazd meg, bazd meg, bazd meg. Nem, nem, itt nem vehet észre. Hát a kis körfűrész a szemét ládanak. Iha, elég gyorsan kezdünk. Jó, most nem tudom, szinte bement a nagyobb terembe. Lehet, hogy jók lennénk most. Mi van, hogyha visszafordul? Hát a tökömet, akkor menjünk ki. Nem vagy itt, ugye? Ott van, jó, az nem baj. Nem, nem, ide be. Ez tényleg olyan, mint az a Traeger doki. Ugyanaz a szemét láda dolog, hogy így kempel, meg nézelődik, és hozza az emberre a szívinfarktust. Összesen lehet hasonlítani a dagattal, szóval ez egy keményebb ellenfél. Amit vagy, ugye? Jó. Jajaj. Érez minket, azt mondta. Mondjuk ez lehet, hogy csak ilyen ijeszgetés. Annyira jó ez a zene, tehát tényleg nem lehet hallani tőle, hogy merre mászkál ez a barom. Itt ugat. Most biztos, hogy itt van a folyosó, mert nagyon közel hallani. Áj, basszus. Na jó van, nem fogunk itt maradni életünk végéig. Erre vagy? Jó, menjünk. Hát erre sajnos nem. Viszont erre se lehet. Jaj, itt nagyon-nagyon világos van. Nem, nem, hol vagy? Hogy visszajutunk ebbe a részbe, de ez miért jó? Ez nekem így kezd nem tetszeni. Itt. Ja, hogy itt föl? Jó, oké. Okay. Jó, van, egyelőre átvertük. Gázszoba, jó, az akkor tuti hely. Itt kell eltekerni, az biztos. Más itt vajon, itt semmi. Amit itt semmi más nincs, jó, akkor tekerjünk.
Hűha, ez hol is volt? Rövid hullámú rádió fegyház, ez szerintem visszafelé, sajnos. Én megint át kell palizni ezt a retént. Oké, ez szép és jó, csak nehogy most szembe jöjjön. Mi a garancia, hogy nincs itt? Jó, maradjál ott magadnak. Ott hallottam. Ahó. Jó, szépen visszafutok így itt. Nem tud semmit. Nem, még meghallott. Fuss. Jó. Azt hiszem legalábbis. Jó van, megúsztuk. Csak azt nem tudom, hogy hol volt ez, amiről van éppen szó. Igen. Erre lehet? Erre lehetne, pillanat. Van valami érdekesség. Ja igen, itt volt az előző részbe. Hát szerencsétlen, hát igen, őt ütögették és ide nem néztünk be. Mondtam, hogy maradjunk ki belőle. Hát ez akkor sajnos spórú járt. És erre... Erre lehet menni, de várjunk, nézzük meg azt a másik részt. Nekem úgy nem rémlik. Azaz, jó, ez kell. Ugye onnan jöttünk, ahol az előbb visszamásztam. Még jó előbb. Oké. Okay. De miért kapunk ennyi mentést? Ó. Oh. Itt nem sötét van, csak köd. Jó, pillanat. Nem tetszik nekem ez a köd. Ez még rosszabb, mint a sötét. Mert ugye így nem működik a kameránk, hát... De jó fej. Na jó, van, nyissunk itt mégis. Ne. Ez honnan beszél? Ez így nem lesz jó. Így kell menekülni az ellen. Itt van egy valaki. Mondjuk erre nem fogunk menni, azt tuti. Csak ennyi van. Hát ugrani nem tudunk. Vagy hát fel. Jó, hát akkor erre. Ez még ez tényleg rosszabb, mint a sötét. Ez a kis idegesítő zene. Hangeffekt. Valami. Semmi. Arra lehet. Hát egy halott. Jó, hát akkor erre. Itt valaki már járt. Ez mi volt ott? Lalalalala, sőt az anyád! Na most nagyon szártam. Ez mi volt? De mi volt ez? Na most mi? Erre nem, jó. De rossz. Ez abszolút újdonság egyelőre itt ebbe a játékba. Ilyen ködöt vezet be. Sokkal rosszabb tényleg, mint a sötétség. Legalábbis nekem hatásosabb így.
az egész. Esélytelen. Itt lesz egy idióta, oké. Ott van. Akkor fussunk erre. Maradj ott. Jó, máskire nem tudunk menni, akkor oké. Erre nem be. Ne kalimpálj. Jaj. Csuk. Hát jó. Elbújni elbújtunk, az egy dolog. Itt van. Dörömbölte az ajtót. Hát mondjuk most tök mindegy, hogy szembe jönne, esélyünk nem lenne. Nem erre kell menni, na várjunk. Biztos nincs itt semmi. Hát de... Mit? Ja, ez nem sticks. Jó. De... Mi van? Erre biztos. Az a baj, hogy hallom. Be kéne valahogy felugrani. Létre sajnos. Ott van egy létre. Az biztos, de hogy jutunk oda föl? Itt valami nem kerek. Hát jó, akkor menjünk vissza. Nagyon van más. Hallak. Ott van. Jó. Na most miért kell oda menni? Na, akkor valószínűleg nyitott itt. Jó, oké, köszi szépen. Igen, hú, de nagy a kus. Na nem akarok arra. Nem. Arra nem. Hát pedig arra kell. Nem tetszik az ott nekem. Ne, mi csinálta ezt? Zba. Hát akkor oda át. Nem ijedtem meg, nem ijedtem meg. Erre kúszni. Biztos? Itt le. Ha mondjuk így. Elem. Ja, nem tudunk fölvenni velünk, csak hogy is állunk. Akkor cserélünk egyet. Akkor most veszük fel. Akkor így erre. Így legalább nem használunk elemet, mondjuk ez is jó. Nem csinálunk zajt, megyünk itt. Na itt a létre.
Hát ez most hatásos nagyon ez a rész egyelőre. Nem túl sok minden történik, de éppen emiatt egyre jobban rakódik rá az emberre a szar, hogy elkezd félni semmitől. Jó, nyugi. Ez... De megint ezek? Meg ez... Nem, ez nem az. Csak hasonlít ugye, mint az első részbe. Az a kettő, aki végül is nem bántott minket, ezek most... Ja, hát mondjuk várjunk, most ugye más karakterrel vagyunk. Akkor nem biztos, hogy azok jó fejek akarnak lenni velünk. Sőt... Igen, akkor biztos, hogy ez így... Ez így gond. Első rész karját, hát nem mondom, hogy kedvelték, csak nem bántották. De rossz az a hang effekt. Jó van. Ott van mindkettő. Hát ez nagyon jó. És most? Hát úgy tűnik, hogy nincsen más. Na várjál. Várjál, nem veszik ezt olyan forró. Biztos, hogy arra kell? Hát... Arra kell. Na jó, srácok, mi a helyzet? Aha. Jó fejek vagytok. Az meg. Nem bánt. Hát jó. Most szándékosan szórakoznak velünk. Ajajajajajaj. Hoppá. Itt viszont van egy... Ja, jó. Értem én, hogy mit csinálsz. Nem vagyok ünneprontó. Nem akarok én csinálni semmit. Itt nagyon sokan vannak. Jó, várjál. Ne. Jó. Ők azért csak idióták, jó van. Usaraznak egy fejjel. Nem jössz föl, oké. Okay. Na most tűnik fel, hogy mezitlen vagyunk. Ha! Itt van egy dosszié. Majd a másik oldalról elolvassuk. Így, mi? Jó. Na. Nagyon érdekes, itt a War Riderről van megint szó, és arról beszélnek, hogy ne nagyon emlegessék az orvosok őt, igazából senkinek sem, meg itt említ egy doktor Samult, nem tudjuk, hogy ez most mi. Oké, akkor menjünk erre. Ez milyen eset volt pontosan? Ne. Ja, jó, oké. Akkor köszi. Nekünk is kéne egy kis segítség, várjál. Lépj egy sorszámot, és állj be a sorba. Jó, fölfelé is lehet, itt mi van? Hát ez nem sok. Ha feljutunk valaminek a tetejére. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us. Na, ez biztos, hogy nem tudomány, ez már a tudomány határain túl van. They've always been here. Billy megértette. Ez akkor valószínűleg egy normális tag, ez nem fog minket bántani, aha.
De miért áll itt és mire vár? Ez az abszolút kérdésem. És mit csinál itt? Várja a nagy semmit. Itt bent. Hát egy ugyanilyen terem, csak egyel följebb, mint az előző terem, szoba. Jó fejek. Hát valakit nagyon bántan a képességgel. Jó, akkor ezt hagyjuk. Jön, nem jön. Itt van egy ajtó, de azt nem tudjuk nyitni. Úgyhogy akkor marad az. Na, ide bejutunk. Talán ez a vezérlőtermi rész. Itt a rádió kell. Ez is spaklin. Ó. Na, itt van ez az idióta. Ez úgy gond. Miért érzem azt, hogy mindjárt valami fejbe fogja cseszni? Én nem mennék ki a helyedbe. Jó, ezt megúsztuk. Csak az a baj, igen, szétütötte a rádiót. Ajjaj. Hoppá. Ez mi volt? Nem már a dagad, de miért? De miért kellett a dagadtat visszahozni a játékba? A franc essen belé. Ezt betekertük ott a legvégén, pontosabban nem mi, hanem az a War Rider szellem, de miért kellett jönnie még egy ilyennek? És most mit csináljak vele? Hát ez így nagyon nem jó. Várjunk csak. Nem, hát ez... Az meg ez ide bejön. Van. Igen. Kicsit vegyük sietősebbre a figurát. Ne zárd már be az ajtót. Jó, akkor jön. Akkor itt átverjük ennél a résznél, mert erről jössz, úgyhogy köszi. Tavasz. Így, supsz. Fuss el, nagyon gyorsan fuss. Csukjuk. Ezt is. Egy kis időt nyerünk legalább. Ja, ez így könnyű. Jó, hát akkor rászívott, oké. Okay. Ó, ez nem volt hosszadalmas. Részleteti evakuálás. Hát igen, ezt veszük észre. Adminisztrációs blokk. Jó, tudunk nyitni. Erre. Várjunk csak! Ez... ja, ez az a csávó, igen. Emlékeztek, itt az Outlast első részének a második videójába voltunk annál a börtöncellás résznél, amikor a börtöncellával zártak minket. Kiszabadultunk, és itt egy kicsit kolbászoltunk, és itt volt ez a csóka. És ott lent kellett leesni, úgy haladtunk tovább. Ez érdekes, na jó, akkor ez egy ismerős rész.
És hát szerintem az. Remélem jól gondolom. Doktor. Meg doktor. Ide itt ennyi. Mi beszél? Ja, ez beszél. Hú, szerencsétlen. Oda várjunk, hogyha itt ennyi van, akkor... Vassz... erre? Ja, hogy ezt... Jó, bezd meg. Igen, az volt. Igen, egyértelmű. Okés. Nekünk is erre kell menni. Így. Erre nem. Exit. Az jól hangzik. Jó. Jó. Igen, ezt a részt ismerjük. Itt ugye volt egy szoba, itt volt egy elem. Most is van. Most nem kell. Hát pontosabban, de... Tegyünk be egy elemet. Annyival is előrébb vagyunk. Így. És erre volt egy árcella. Nem ma már... Jó, oké, így már igen. Világos, erre kell már... Ne, jön ez a szar! Jön a már, de miért? Hussunk. Hussunk, hogyha jön. Na most van egy kis gond, biztos, hogy erre. Menjél. Nagyon gyorsan. Ops. Így. Jó. Oké. Egyelőre a dagadt elleni futások elég rövidek. És ezért mondjuk könnyű átpalizni. Jó, várjunk. Nem lehet bemenni. De, oké. Dosszié. Ez egy aranyos kis versike, többször ismétlődik, és feldarabolásról meg összevarrásról van szó, csak a szokásos. Kibázz meg. Aha. Hát valószínűleg ezeket a kedves műszereket használták ehhez. Jól van. Nem. Nem, mondjuk ez be van tolva. Jó. Mi volt az a jó pofa? De sötét van. Erre kell. Nézzük itt a fénynél, mi a szitu. Nem mi? Mi van ott? Jó van, leszarlak. Ott valami villódzik. Szépen fel. Mi volt az a hang? Ki ez az idióta? Itt biztos, hogy nem tudunk menni. Hű. Ne érjünk karácshoz. Jó. Erre lehet? Nem, erre se lehet. Hát itt ki kell kapcsolni az elektromosságot.
De be tudunk menni? Nem, itt is csak egy dosszié van. Akkor olvassuk el. Na-na! Volt az a hang. Éppen olvasunk. Elég rövid, de annál tartalmasabb. Igen, itt lenni még a halál is rosszabb. Ezzel többé-kevésbé egyetértek. Elég kellemetlen. Jó. Mint arra. Igen, de mondjuk várjunk, itt is van egy... Mi? Ja, itt az... Jó, ha itt van elem, akkor ezt most tárazzuk. És ezt megvegyük úgy. Több a külső terület, mint az első játékban, az mondjuk tetszik. Nem annyira zártak a részek. Nem mondjuk ezzel a nagyon sejtelmes, éppen hogy van valami hangeffekt megoldással is elérik a hatást. Jó. Mi van itt? Ez most éppen azt csinálja, amire gondolok? Hát egészségére. Férfi ember. Na akkor ezt itt le. És akkor most tudunk arra visszamenni. Ami mindig? Na jó. Oké. Ki az, aki itt szenved? Jó, minden esetre akkor vissza tudunk menni, és majd valószínűleg tudunk tovább. Miért érzem, hogy ez nem lesz olyan egyszerű. Aha. Mi olyan vicces? Na jó, de várjunk. Igen, itt nem. Ott. Ezt se tudjuk nyitni. Meg, hoppá, meg ezt se. Na de várjunk, hát akkor... Mi az, amit hatástalanítottunk ott? Kicsit jobban körbenézek. Hát ott nem lehet, akkor ilyen nincs értelme. De mi? Hát úgy vissza biztos semmi értelme venni. Nem tudjuk nyitni. Apá! Na azért a high voltage-et azt túléljük. Egy kicsit fájt. De mi, mit, hogy időre kell? Na itt nem történt semmi. Mondjuk itt ezt nem néztem meg. Jó előbb. Hát nem is nagyon van itt nagyon mit nézni, oké. Okay. Chest. Hát jó, hát akkor visszamegyek. Lehet mondom, hogy időre kell ezt csinálni, nem tudom. Nézzük csak. Ez továbbra is, na most már eltűnt. Aha, úgy néz ki, hogy időre kell, igen. Jó. Oké. Okay. Bazd meg! Megjött. Megunta a matyizást. Jó, futi. Menjünk. Nem tudom, hogy követte.
nem is akarom megnézni, de követ. Hol? Gyorsan. Csukjunk. Rászívta. Bazzi, de jön. Ne. Fuss, még mindig jön. Most érdekes, hogy nem. Jó, én ezért ezt bezárom. Maradjon is kint ez a kretén. Itt... hát itt semmi. A másik irány. Ez volt... Ez volt Rider. Nem kérnénk. Hova nyugi, nincsen semmi baj. Hoppá! Ez jó volt, nem tudom, menjünk. Vízből ki gyorsan. Jaj, vízi lény. Ez nem az volt, aki ott maradt? Nem, lehet, hogy mondjuk egy másik. Ugye, akit kérdeztem, hogy mit csinál itt és mire vár, de nem biztos, hogy ez pont ő. Na mindegy. De jól néz ki. Itt tök szépek a fényárnyék effektek. Na jó. Akkor fölfelé. Ugrás. Ez mint a War Rider lenne. Ez a nagy baj. Nem hiányzik. Itt nem kéne kiesni, mint ez a másik szerencsétlen. Hát arra ne. Oda át. Igen, csak nagy ugrás lesz az. Nagyon rugaszkodjunk neki. Jump. Jó. Mi vagy nem? Na, valahogy hold meg. Ne, de várj! Azt mondjuk, nem tudom, hogy jöttük túl. Igen. Kaptunk egy mentést. Idióták. Azt mondja... igen. Akkor így mondjuk. Jó. Cserélek, mert ez a csipogás, ez nekem nagyon kiveri a biztosítékot.
Nem akarunk kecskék, nem leszünk kecskék. Nem vagyunk látogatók, csak körbenézünk, turisták. Mi az a... Ja igen, itt a Glaskinről olvastunk. Ja, ez akiről beszélt, aha, ez volt az a levélíró, vagy ez a kis versikeíró szerintem. Jó, azért óvatosan. Nem tudom, hogy jöhetnek-e szembe, de... Jó, szépen óvatosan. Jó, itt akkor át. Nem, nyugi. Leszállok. Elkezdtünk fosni. Van valaki. Igen. Az öngyilkosság bős dolognak tűnik. Aha. Ja, így értem. Jó, hát azért mi ne tartsunk még ott. Földszintű férfinak. Jó lenne a körfűrészesünk? Hogy kire gondol? Nem, megint ez a csipogás. Jó, akkor itt le. Patkány a falban. Azok mi lennénk? Nem. Jó. De ahogy akarunk. Ja, talán jön valaki. Hát nem, akkor körbenézek. Hát egy dossziét találunk, egy elemet akartam mondani, így se rossz. Dr. Wolfram írta. Csak azért rögök, mert itt azt írja, hogy folytassák a sok terápiát egy páciensen. Wolfram Áram, jó van, oké, van humor. Itt az a lényeg, hogy van egy Dennis nevezetű emberkénk, és neki van négy személyisége, és őt itt nézegették, meg interjúztatták. Jó, elem viszont nincs sajnos. Úgyhogy hát most igen, kénytelenek vagyunk cserélni egyet. Hát megnézem, hogy itt nincs elem. Ezt mintha tudtam volna, hogy lesz. Ez most olyan volt. Ja, mert régen kaptunk, és azért itt elég sokáig van sötét. Hát igen. Maradjunk annál, hogy baszott sötét van. Van aki? Hát azt akartam mondani, hogy nem menjünk arra, de hát arra kell. Biztos? Ez szerintem egy ember, erről lesz szó. Az a Dennisről. Igen, ez biztos, hogy egy ember. Sajnos erre se. Ó,
Van, nyugi Dennis, hogyha te vagy. Dennis a komisz. Itt fel tudnánk ugrálgatni. Ez jól is hangzana amúgy. Na igen, azt is kell. Nem úgy van az, hogy mondjuk ilyen könnyen a bőrünket. Így bepalisztuk. Hopsz. Jaj, itt nem tudunk. Nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Gyorsan. Jó, feljutottunk ide, ez miért jó? Hát akkor itt lesajnos, megint csak. Ott biztos be fog jönni. Aha. Megyünk tovább gyorsan. Nem állunk meg egy pillanatra sem most, mert ez szerintem követ. Fúj! Az meg, mi ez? Azt a mindenit. Hát ez nagyon na jól van. Ez már nagyon morbid nekem. Menjünk gyorsan. Ott van. Ne csipogjál már. Erre? De ez már megint egy ilyen rész. Mi a f... Hol nem kérdezek semmit. Menjünk itt. Nem megyünk itt. De... Segíts! Ez gond. Miért nem tudom kinyitni? Ez most probléma. Engedj már ki, de mi... Miért nem lehet? Az meg. Most vissza kell menni egészen, de nem már. Ez biztos, de miért nem lehet ezt kinyitni? Hát mert mutatja is. Nekem nagyon jó egyedül. Hát akkor menjünk. Nem örülök neki. Jaj! Jaj! Hoppá, ez így azonnal öl. Hát ez nem jó. Ott van, jó. Hogy jössz? Így jössz, oké, akkor még megkerülünk. Itt be, gyorsan, itt is be, bezárjuk. Nem jön tovább, oké. Ez szórakozik velünk komolyan. Mi? Elem, csak óvatosan kérdezem, hogy elem. Most már nagyon kezd kellőképpen kelleni. Mi ez? Love mix. Idióta, ja, itt tudtunk volna átmenni. Nem érdekel, hogy mi voltál. Futni, jaj, futni, gyorsan, toj.
Ne, azt hiszem itt van. Várjál már. Zárjunk. Egy kurva elemet kérnék. Hát ez is elég kellemetlen figura, amit ne mondjak. Jó, itt akkor gyorsan. Remélem nem jön, de ott jön. Ez gond. Nagyon nagy gond. És... push. Erre. Nem erre. Ajajajajaj. Bum. Ó, az fáj. Az fáj. Ez nagyon hülye. De hogy néz? Az úgy néz ki, mint ilyen Frankenstein-szerűség. Így igaz. Hagyjál minket végén. Jó. Nem, nem. Nem játszott azt, mint Trigger Dokival. Hopp. Na, úgy. De én nem akarom, hogy folytassuk a szemét. Hú, ez is egy nagy granuláda. Hát oda csapott volna minket a lifttel. Jó fej. Jó, és srácok, itt egyelőre akkor abba hagyom a whistleblowert. Remélem tetszett ez a rész. Hát ez is egy idióta, ez biztos. Úgyhogy nagyon szépen megköszönjük, hogy belájkoljátok ezt a videót. És innen fogjuk akkor legközelebb folytatni. És hogyha természetesen nem iratkoztál volna fel a csatornára, akkor tedd meg mindenféleképpen, hogy ne maradj le az újdonságainkról. Innen nézzük legközelebb az Outlast kiegészítőjét. Na de addig is, szavaztok!